Délután amúgy is eltelt, mennem kell. Jó étvágyat. Ne egyél annyit, Lavinia. Nélkülöz, sóvárok, koplaj, amíg lélegzeted megszakad. Szenvedésünkben az evés csak egy illetlen mozdulat. Az istenek ránk tekintenek, és azon tűnőnek, hogy mennyi iszonyatot zúdítottunk ezekre a teremtményekre. És nekik nem jut eszükbe semmi okosabb, csak hogy megtömjék a pocakjukat. Kanál helyett én most egy éles kés látok. Markolatát a szádba vezeted, és akár a varjó, mely maga akarja csőrével szétvágni a pengét, saját mellettbe szúrod. Gondolj csak Filomélára, Ovidius. Titus bácsi, Kuzin épp eleget sír. Szeretne megint vidám lenni és lakomázni, mint egy egészséges nő, te pedig megrontod az életkedvét és a derűjét. Hát inkább ön kezével vessen véget életének. Ön kezére? Ki beszél itt kézről? Hogy jön ide a kézre? Bolca koponyámba! Hogyan csaptam egy leget? Te féreg, uralkodj magadon! Elesettél egy szelíd gondolatot! A gyilkos csapás ebben a szobában a legtörékenyebb lényel esett meg. Elegem van a zsarnokságodból! Rómában mindenfelé! Néből és szeszélyből ölnek! De nem az én evég laktalomnál! Menj innen! Én csak egy leget csaptam agyon. Csak? És ha a lénynek apja volt és anyja?
Te, zsenge drága lény, jöttél zümmögő dalodal egy szomorú társaságot felderíteni, és ez az irtó dühös fickó orvul lecsapott téged. Csak úgy! Megbocsáss, bácsikám, ez undorító vécelégy volt. Vastagon fekete, mint Áron a mórunk, a császárnő kéfiúja.